Sziasztok, én Bakrok vagyok, és üdv újra a következő DDD Hungary videóban. Mai videóban megmutatom, hogy hogy néz ki az idei Halloween event, illetve mit kell róla tudni, kis tippek, mert ilyesmi. Na, itt is vagyunk a csatába, ugye öten vagyunk. Öt személyes ez a játékmód. És bizonyára észrevehetitek, hogy a térképen, hogy vannak ilyen fehér ilyen köröcskék. Na, ez hasonló igazából a játék, mint a tavalyi volt. A rózsaszín elixir úgy működik, hogy össze kell szedni az ellenfelek tűgyet, de nem mindegy, hogy melyik tű. Mert ha melyikben nem lőtti bele, mondjuk, logikus, ahhoz nem bírod összeszedni. És lassan, ugye 60-a kezdesz, és mindig többet gyűjtesz. Na ugye bár vannak itt képességek, ugye? Nekem az első helyen van a csapat, ugye? HP növelő, második a zönjavító, harmadik meg a pajzs. És ezen mellé még van az X, ugye a turbo. Itt közben jön a hatatlan. Szóval X még a turbo, szóval úgy nézik, akkor négy képességünk van. Közben ezeket lőjük. Maximum, ugye Mirium, vagy Elixir, vagy én hívom, az 120. Attól többet, ugye nem lehet felszedni. Az a limit. Ami a tavalyiban, ugye nem így volt, az máshogy volt. Máshogy funkcionált. De most kicsit ugye a visszatérő játékosoknak meg kell szoknia, hogy miről van itt szó. Itt egy problémába ütköztünk őszintén, mert senki se tudja, hogy hova menjen, meg hogy mit csinálja. Még 145 össze kéne szedni, szóval még legalább egy ilyen fehér körbe bele kéne menni. Ugye ott fönt írja, hogy mennyi mirium kell hátra, úgy ugye bemegyünk a, vagy elvigyük erre a főhelységre. Azt írja, hogy kő 140. Ezt az a 140-et úgy bírjuk ugye megszerezni, hogy megöljük az ellenfelekhez. Szóval nem kell főszedni semmit, csak meg kell ölni, és akkor felmegy automatikusan. Közben Nightmare Moron nem annyira könnyű. Persze, azért el is kell találni a tankot. Nem azért. Így majd lesz majd valami belőlünk. Nem szabad túl közel sem menni. Lehet, hogy most meghalok. Hát így is van. Szóval Nightmare Mod az tényleg nehéz is oda kell koncentrálni. Most elcsesztem, túl közel mentem, ugye medium tanka. Ezt még meg lehet oldani, hárman vannak. Az egyik írja, hogy adja fel, de meglássuk, hogy többiek mit szeretnének. Ez a rossz ugye, hogyha nem csapatba mentek ugye egy szakaszba, hanem szólóba mondjuk, és ketten élnek, ez lehet, hogy nem lesz meg. Szóval minden megadott ugye tanknál nagyjából 10-valamennyi vagy akár 20 ilyen mirimot kapunk. Mert ha most nyulak vannak, ez is egyféle ellenfél, ugye? Ezek a rabbitek. Ez ilyen kis light tankok igazából, akik szöknek tőled. És ezekért is kapsz ugye mirimot, hogyha megölöd őket. Közben ott jön a Hunter mögötte, meg a hatatlan is. Három Hunter megy mögötte. Ezek a Hunterek, ugye ezek csak úgy leszpannolnak. Szóval nincs köze a körökhöz, csak úgy random leszpannolnak. És ezek kergetnek téged, úgymond. Illetve vannak ezek a headshot sünök is, ugye.
Itt vannak ezek a képességek, amit mondtam. Nekem a bevált, ugye az a, ahogy említettem, a csapathill, ugye önjavítás, ugye a shield. Ez nekem bevált. Ugye van különböző variáció, kinek mi tetszik. Egy ilyen képesség ugye a 10.000 kreditbe kerül, ami egyáltalán nem sok, ha megnézitek. A Nightmare-ben megyünk megint, és reménykedjünk, hogy ez ott a sikerülni fog. Na itt is vagyunk a légióval, még 13 másodperc van hátra. Ahogy említettem, hogy megvan, hogy mennyit kell összeszedni. Jelenleg ugye 4 fázis van, ami 3 ilyen ugye gyűjtögetős téma. Az utolsó meg a boss fight. Ugyebár. Itt össze kell gyűjteni 300-at, utána a következő fázisban 400-at, utána a harmadikban az utolsóval meg 500-at. Ugyebár. Ezért jó a heavy tank, mert bírunk rammolgatni. De másrészt, hogyha a többiek nem jönnek be, akkor mind ránk fognak figyelni, ami nem jó. Láttátok, hogy összegyűjtöttem pár mirimot, és ezt el is használtam, és ugye levonta az összegből erre a képességekre, szóval ez nem végtelen. Ott ez a, jól látom, a Hornet. Na, arra kell vigyázni, mert ez, hogyha meglő minket, minél előbb. Ez, ha meglő minket, akkor kigyújt. Ez olyan képessége van ennek a tanknak, ennek a kis látnak. Próbálok odafigyelni a játékra közben. Vagy ahogy úgy járjunk, mint a Malachite is, hogy meg a médium tank, az most rammolt. Hát nem pont arra van kitalálva, de mondjuk neki, hogy bevált. Na, még egy ilyen fehér körbe, utána mehetünk a főbázisba. Hogy azt is meg... Na, pont rossz helyen van. Ó, basszus. Menjünk oda. Mert ugye most ez a... Ugye halhatatlan. És ezt most nem lehet megölni. Majd a végén csak. Közben itt vannak a hedgehogok. Ami hogyha belénk robban, úgymond, vagy belénken, ilyen kamikázi stílusban. Na, ott vannak a hedgehogok, még ilyen pár. Megpróbálom ezt kilőni, meg is van. Ez a csapattársunk lehet, hogy rácseszett. Nem, kérdezik, sikerült, de még jön hozzá még egy. Kilőttem, oké. Ez nagy szerencséje volt. Szóval egy csapattársunk már meg is halt, ami nem jó dolog. Itt a bázisnál is ugye meg kell ölni a tankokat. Hiába bázis, és nem fehér kör, de ott is spawnolna. Kritika. És ugye ahogy mondtam, 120-tól följebb ugye nem lehet ugye több mirimot szedni, 120-tól följebb, az a limit. Ami azt jelenti, hogy nem éri meg annyira, ugye itt a végén már lövöldözni őket, hanem minél előbb be kell érni a bázisba. És ugye ilyenkor a csapattársaink, úgyhogy újra jelennek. Ugye fél HP-val, de újra jelennek. Mindig külön legyen egy csapatvezető. Mi nem hülyeség szerintem. Szerintem ide akarnak jönni egy gondolatból. Jó, van szerencsénk volt, mert ezek a legkönnyebb ellenfele. Persze, hogy nem ütöm át a pajzsát. Oké, megelőzött közben valaki. Szóval van
háromfajta nehézség, ugye a normális, normál ugye, utána van a hard, és végezett ez a Nightmare Mode, amit most jelenleg is játszok, jövőben meghalt még egy csapattársam. Erre a fickóra kell vigyázni, mert ez kigyújt minket. És szerintem most ki is fog. Ha, muszáj volt elém jönned. Basszus. Megpróbáljuk ezt leramolni. Ahogy is van. Oké. Ez nem van tudva. Kevesebb a problémánk, de az az igazság, hogy magam élek, szóval... Szóval most nagyon sok a problémánk, hogyha megnézzük, és valószínű, hogy ezt se fogjuk lehozni, és a második fázisig jutunk. Ami nem túl kellemes. Próbálok elszökni, bár szerintem úgy is kilőnek. Pláne ez a halhatatlan, mert ez igazi sniper. Hát, trekkeltek. Meg is haltunk, ugye. Így, amik egyszer elveszik a csapat, nem tudja, hogy hova kell menni, nincs vezető köztük, akkor általában így végeződik. Ezért jobb szakaszba menni, őszintén. A első helyen voltunk, nem voltunk rosszak, de akkor is. Van különböző... Hát bosszok, úgymond. Ugye a normálon, meg a hardon, meg a Nightmare-en is különböző boss van. Normálon ott egy fő jelenség van. De ugye meg kétszer meg kell ölni. Onnan jön. Jó, itt van mögöttem. Új elkülj meg. Persze én felém jön amúgy. A 600-ot belém basznak, én is 600-ot amúgy. Gyerünk srácok, meg lesz. Meg lesz. Hát gyere, te is. Én ledöm, hát leszettem egy csomó HP-et. Ja, az itt, akkor nem vagy itt. Csütőtök. De itt vagyok. Jó, volt még majd ott. Majdnem van még egy szégy. Oké. Okay. Jó, nem hal, nem mentett meg senki, megöltük. Megöltük, de nem. Ja, ott volt 50 HP-m, hat. Kurva. És. Ah, bezütöttem. Jó, én is. És most meg ez jön ide, kurva. Nem meghaltam. Ha majdnem meghaltam, az egy hílőtelek. De még egyet bekapsz, kész vagy. Ezt tud. Alfa hedgehog, hogy egy ember. Szóval hílelek, pedig én kilőném a hedgehogokat. Rájuk fókuszálok, jó? Próbáld, én megpróbáljuk megölni még 300 HP-val. Jöjjétek meg egy lőszer. Kettő, és tőtök. Passzom. Már csak megvan, most már csak megvan. Lesebeztem egy négyet, meg egy ötöt. Egy négyet, meg egy ötöt belesebeztem. Csak van, megöltet, figyelj, te öltöd meg. GG, lehoztam. A hardon kettő fő ellenség van. És ugye azt, azokat is kétszer meg kell ölni. Én megyek a hedgehogokra nagyon agresszíven. Próbáld. Bazd meg. Ér engem el egyben. Jelenes egyvenre vannak. Majd találtad őket. Those lines gates is about hedgehogs. Ott vannak, ott vannak. Bazen, mi az ilyen gyors az a szar? Most jönnek a hedgehogok, én meg töltök. Megint jönnek valahonnan. Jó, én töltök. Okay.
Bizony, addigra ide érnek, pont Jaj, jól ott vagyok. vannak, ott vannak. Jó van, jó. Egyet készítettem. Na, lőjétek ki. Na, valaki. Ember, egy golyó. Megvan. Ijesztően sokáig vissza csináltátok. Hát, hol volt ide, nem? Még mindig van 5 perc, ha megnézed. Jó, srácok, egy golyó. Oké, okay, nice, meg szép, hogy betöltöttem a prémiumot rá. Prémiumot. Tudod, mire gondolok. Persze. Meg lett. Még lett a hármód, végre. Lár. Mennyit mentünk? 4-5-5 biztos, mert meg lett. És ugye itt a Nightmare-ba egyszerű eljutottam. Itt is csak egy ellenfél van, de az tényleg baromi jó néz ki. Most nincs meg a screenshotom, de higgyétek el. Ha véletlen oda jutok, vágásig, akkor majd bevágok nektek egy jelenetet. Hogy néz ez ki. Nem kellene előre mennem, mert kilőnek egyből. Hello. Ne, 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 ne. Itt megjött a hatatlan. Menjünk jobbra, azt mondják, és kacok, akkor menjünk jobbra. Hát én ezeket nem értem most, hogy ez valószínű, hogy most se fog sikerülni őszintén. És egy pingelek közben, csak mondom, hogyha véletlenül nektek is laggol, de valószínű, hogy laggol. Ez a ping miért van. Nem tudom, mostanában ugye sokan játszik a botot. Azt lehet, hogy szerver hiba is van. Meg lehet, hogy az internetem is ki tudja. A második fázis is befejeződik, hogyha ez beír. De meghalt inkább. Hát, például, hogyha időre megy, ugye mert időre megy, így csak kevés idő van, akkor logikus, hogy inkább megöled magad, de ez nem ilyen szituáció volt. Oké. Na, itt is vagyunk a negyedik fázisban. Most be tudom mutatni legalább a bosszot, hogy hogy néz ki. Ott is van. Lássátok, milyen szép nagy két lövető. Nagyon érdekesen néz ki. És ugye, ahogy mondtam, egy boss van, de ugye nagyon jól néz ki épik. És el kell találni ezeket a sárga pontokat. Becsárgyolta magát. Mellesleg kő vigyázni, mert spawnolnak ilyen segítő társai, amiket meg kell ölni. Illetve kő vigyázni a hedgehogoktól is. Ezek ti. Csak pont rossz helyen vagyok. Pont rossz helyen voltam, basszus. Pont rám spawnoltak, azt nem volt páncélom. Ez vagy egy pajzsa. Láthatok, hogy milyen szépen néz ki ez. Hogy ez a boss. Jó nagy.
végignézzük, hogy a csapattársaink mit tudnak alkotni. Én megpróbálom a hedgehogokra figyelmeztetni őket. Ezt lehet, hogy reramolják. Farkas szemet néz. Szerencséje volt ennek. Csávóna. Az a gond, hogy itt is időre mennek a dolgok. Lehet, hogy el fog pusztulni, mert így boostja. De nem. Megint szerencséje volt. Hát... ezt nem húzta meg. Na még egy hármat bele kell előni. És akkor meg lenne még kettőt. Kettőt bele kell előni, egyet. És a kúra jöhetünk mi is. Úgy meg is van. Na, még egyszer kell csak, és van 3 percünk. Nem épp a legjobb. És nem tudjuk, hogy honnan jön. Onnan jön. Megpróbálom én is meglőni. Legalább egyszer. Úgy is van. Jönnek a csapattársai, ezt azokat kell lelikvidálni elő. Pontosabbak. Na és most rájön, és lehet koncentrálni. Csak mozog, ugye? Azt nehéz eltalálni. Ő ne őrözzem a turbót ezekre egy sagokra, meg a pajzsot is. De szétlőnek itt engem. És a Cerberus megölt. Hát nem tudtam mit csinálni egyszerűen. Legalább sebeztem valamennyit. Figyeljetek, fél HP-n már elment, szóval... van még esély. Itt köröztetik, de többiek is köröznek, az a probléma. Na, itt vannak a... ezt a... tarásféleséget ki kell előni minél előbb, mert... ez kigyújti. Na, te hedgehogok. Hát én is... Kókó jelültem, de én se láttam elő mindig. És még egy maradt életbe. Amelyek nem is fog sokáig. Itt a hedgehogok, bum, kigyulladt minden. Ész, szóval... tényleg úgy van, hogy nehéz ez a játékmód.
Nehezebb, mint tavaly volt. Meg ugye kicsit más is, de hasonló. Harmadikak voltunk, nem is rossz helyezett. És kinyissuk a hetediket. És akkor ez így működik. És kész, és utána mehetsz a következőre. Ez a tank még nekem nem elérhető. Nem elérhető ez a tank nekem, mert... Ahhoz a 12. szintnek kell legyen. Ugye ehhez meg 6., ha jól tudom. Na de jó van. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel és lájkoljatok. És sziasztok!